tartott, rengeteg munkát fektetett a klubba, de megérte. Bajnok tulajdonos lett Vég Gábor, akinek a zalegerszegélyekkel együtt nagy álma vált valóra azzal, hogy az nb 1 be jutott az ETE. A siker összetevőiről, a sikerkovácsokról és az új kihívásról, az nb 1 ről is beszélgettünk a tulajdonossal. Kezdjük is azzal, hogy regnálás óta az idei volt az été legkiemelkedőbb idénye, bajnoki cím, nagy győzelmek és emlékezetes gólok, de önnek mi, vagy mik maradnak meg legszebb emlékként ebből a szezonból? Hát természetesen ugye, amiért csináljuk ezt az egészet, az a futball, a futball szépsége, úgyhogy nekem is a legszebb gólok, a legszebb győzelmek, ezek a legfontosabbak, de természetesen uh, azt is jó volt látni, hogy hogy épül, hogy szépül a klubunk, ez is egy uh, nagy győzelemnek felelt meg. Beszéljünk egy kicsit a sikerkovácsokról. A szakmai stáb teljesen megújult, új játékosok is érkeztek szép számmal. Ki mit tett hozzá az aranyéremhez? Hát én mindig is azt vallottam, hogy ahhoz, hogy egy csapat bármilyen osztályban bajnok tudjon lenni, ahhoz mindennek a helyén kell lenni. A pályamunkásoktól a szertároson keresztül a vezető edzőig, de akár a klub tulajdonosig is, mert ha valami hiányzik a gépezetből, akkor az csikorog-nyikorog, az nem tökéletes. Nálunk szerencsére most minden a helyén volt. Országos szinten is lehetett érezni, hogy sokan örülnek az ETF feljutásának, annak, hogy ez a nagy múltú klub visszakerült a legjobbak közé. Mi főleg a szurkói reakciókat éreztük, éreztük érzékeltük, de más klubok vezetői, tulajdonsai, edzői is gratuláltak el és értékelik -e az ETF sikerét. Abszolút igen, az egész országból hívtak barátok, kollégák, idegenek is, ismerősök is, és hát egyöntetű a vélemény országszerte, hogy várják vissza az etét az MB1-be, és hát országszerte kíváncsiak rá, hogy mire leszünk képesek. A tavasz folyamán, amikor már maga biztosan vezetett a tabella élén a csapat, akkor azt mondta, hogy akkor is biztos lenne a bajnoki címben, ha csak egy ponttal vezetnénk. Mikor érezte azt, hogy idén nem lehet megállítani az etét? Hát gyakorlatilag ez az egész év folyamán bár tavaly nyártól erősödött bennem hétről hétre ez a gondolat, hogy ez a, ez a, projekt ez működőképes lesz, hiszen, hiszen az egymást erősítő folyamatok egyre, egyre gyarapodtak, és így, 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 így világossá vált, hogy a, a vége ez, ez rendben lesz. Azt is mondta korábban, hogy bebizonyosodott, hogy a feljutás nem csupán pénzkérdés, de bizonyára az anyagiak is elengedhetetlenek. Ahogy a játékosok motivációja, a megfelelő szakmai munka és a szurkolók buzítása is fontosak a sikerhez, kinek hány százalékot adna ebben az aranyéremben? Hát ezt ugyanúgy mondanám, ahogy, a, ahogy a, mondtam ezt a klub szerkezetéről, hogy mindennek a helyén kell lenni. Butaságnak tartom azt, hogy ezt százalékosan le lehet bontani, felbecsülhetetlen a szakmai munka, felbecsülhetetlen a pénz, felbecsülhetetlen a sportigazgató. Ez, ha bármelyik hiányzik, akkor nem lehet sikeres egy klub. Természetesen a pénz az nagyon fontos, minél több van, annál jobb. A biztos alapok, a biztos anyagi háttér nélkül nem működik, de a szakmai munka nélkül sem működik, mint ahogy mint ahogy MB1-es képességű, vagy az adott osztálynak megfelelő képességű játékosok nélkül sem. Tehát még egyszer mondom, hogy mindennek a helyén kell lenni, és a megfelelő mennyiségben ahhoz, hogy ez működjön. Jön az eddigieknél még nagyobb kívás az MB1. Ezek szerint ott sem elsősorban a pénzen múlik majd, hogy milyen eredményeket tudunk elérni? Hát nem elsősorban a pénzen múlik, viszont ha nincs meg az a mennyiségű pénz, ami szükséges az adott osztályhoz, amit az átlag a nagy átlag azért minimálisan képvisel, akkor, akkor nem tud sikeres lenni az ember természetesen. Ha az egyenlők között fogja eldönteni a szakmai munka minősége a különbségeket. Mennyivel járnak fejben előrébb, hogy zajlik a tervezés? Mennyire látja előre már, hogy mi lesz az etén júniusban, júliusban, augusztusban? Hát egy jó felépített klubnál ez alapkövetelmény. És azt gondolom, hogy az ma egy jól felépített klub mi már gyakorlatilag tavaly őszóta mondhatom ezt, természetesen ezt nem propagáltuk, mert nagy képűségnek tűnt volna, és hát jó magyar szokás szerint a fejünkre olvasták volna, hogy na, milyen nagyképűek vagyunk, meg stb. stb. De hát ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy majd itt júniusban kezdjünk el azon gondolkozni, hogy mi lesz júliusban. Tehát ez természetesen már egy fél éves tervezést, előkészületeket igényelt, és ezt mi már megtettük. Saló István sportigazgatóval és dr. Dobos Barna vezetőedzővel is hosszabbítottak a feljutás után. Mikor lett teljesen nyilvánvaló az ön számára, hogy ők a megfelelő szakemberek, és velük kell elképzelni a jövőt? Hát mind a két szakember esetében gyakorlatilag egy hónap után ez világossá vált, hogy egy hullám hosszon vagyunk, és ez is menet közben erősödött, hiszen akivel lehet építő jellegű szakmai vitát folytatni, azzal lehet előrelépni. A mi esetünkben mind a két szakemberünk ilyen szakember, jókat vitatkoztunk, de mondhatom, hogy mind előrevívő, az ügyeket előrevívő viták voltak, amiből, amiből szerencsésen mind a két vita partner pozitívan tudott kijönni egymást megerősítve, úgyhogy, úgyhogy jó választás volt mind a két szakember, ezt mondhatom. És azt is még hagyd mondjam el, hogy nagyon szerencsés helyzetben voltam az elmúlt napokban, hiszen a Salló Istvánnal 30 másodperc alatt egyeztem meg a folytatásról, a Dobos Barnával meg azt hiszem, az tovább tartott, az 35 másodperc volt. Mi következik a szezon befejezése után? Leül-e -e személyesen beszélgetni a játékosokkal, vagy ez a sportigazgatónak a feladata beleszól-e a szerződések meghosszabbításába például? Hát azt természetesen átbeszéljük közösen, megbeszéljük a szakmai részről általában ahogy eddig is meg tudtak győzni a szakemberek, tehát nem a szakmai része a fő feladatom itt, hanem az anyagi rész, tehát arra nekem kell kimondani a végső szót, hogy kire mennyi pénzünk van, hiszen annak a terhe az én vállamat nyomja, úgyhogy ha nem is a szakmai részbe, de az anyagi részbe mindenféleképpen beleszólok. Az álom beteljesült, jön az MB1, mit kívánna az élvonalra, és mit kérne a szurkolóktól? Hát egy nyugodt Évet kívánnék magunknak legfőképpen, és hát azt kívánom, és azt nem csak kívánom, hanem kérem is, hogy még nagyobb számban álljanak mellénk a támogatók. Érezze át mindenki azt a felelősséget, amivel az ember egy jár, hiszen ez nem csak ma az öröm pillanatait éljük, de hát ez felelősséggel is jár, és hát hogy ez rendben legyen, és a jövő nyáron egy jó hangulatú riportot tudjak adni újra, ahhoz bizony nagy összefogásra van szükség. Időnek köszönöm szépen. Köszönöm.